a szakmám meg az érdeklődésem miatt is figyelemmel kísérem. Néhány dolog nem rokonszenves, néhány viszont örvendetes. Itt is a másik, amit figyelemmel kísérek, és ugyanezt tapasztalom, mindent maga alá gyűl a pénz uralma. És ez nem tetszik nekem. Inkább én a kis világok felé fordulok, ahol hiteles, őszinte igazi emberekkel találkozom. Éppen közös élményünk volt az elmúlt napokban, amikor a DVD-ke jártunk, és egy kis faluba, ahol 94 óta gyakran megfordulok, beszélgettem egy férfival, és az ő életén elgondolkodtam, hogy ezt is például ábrázolni kellene, hogy hogyan tud talpa maradni, ráadásul kisebbségi sorban egy ember, illetve család. Tehát ilyesmik foglalkoztatnak. A magyar kultúra szerintem egyrészt csodálatos, másrészt egy kicsit nehéz művelni. Most itt arra gondolok például a kisvárosunkban is, ugye egy zenekarokkal föllépünk. Egy 4-5 fellépésig nagyon jó működik, nagyon jó. Aztán az ember rájön, hogy a közönség igazából mindig ugyanaz, a helyek mindig ugyanazok, és az ember nem szeretné fárasztani a közönségét sem mindig ugyanazzal. Én nagyon szeretem Paksot, és pont ezen gondolkoztam múltkor, hogy miért érzem itt jól magam. És hiába szeretek elmenni a föld bármelyik pontjára, nincs az a hely, ahol nem mennék el szívesen, ide mindig szívesen jövök haza. Azt vettem észre manapság, hogy teljesen elkorcsosul a kultúra, és úgy gondolom, hogy minden, ami építő jellegű, szellemi táplálék, azt az embereknek kötelességük magukhoz lenni, ugyanis ez teljesen kihalt manapság mindenkiből. Az emberek nem járnak kiállításokra, nem hallgatnak igényes zenét, és ezáltal kihal az emberiségből a kultúra. Én úgy gondolom, hogy ez az életnek a színfoltja, amit magunkhoz kell vennünk. A kultúra számomra egyfajta nyitottságot jelent arra, hogy befogadjunk valami olyat, ami többletet ad lélekben, és esetleg még talán műveltségben is, tanulmányainkban. És ez mindenkinél más és más terület. Tehát, hogy kit mi érdekel, azt szerintem soha nem minősíti az embert. Ez inkább csak egy ilyen érdekes különbség, hogy kit érdekel a zene, kit inkább a sportok, kit inkább más művészetek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga a kultúra az mindenképpen akkor élhet, hogyha van az emberekben nyitottság, ez pedig alapvető. Mit gondol, hol tart ma az ifjúság, illetve a felnőtteknek a zenei kultúrája, a zenei műveltsége? Hát erről sajnos olyan nagyon-nagyon-nagyon jó véleményem nincsen, mert azt gondolom, hogy kicsit elhanyagoltuk ezt a területet. Nekünk most a Kecskeméti Színházban nagyon sok próbálkozásunk van arra, hogy vonzzuk a fiatalokat is, ne csak könnyű zenei műfajokkal, hanem egy picit komolyabb dolgokkal. Tehát például olyanokat most kitaláltam egy-két évvel ezelőtt, hogy gyerekeknek operákat is csinálunk, de úgy, hogy átírunk operákat, tehát nem kell nekik teljes áriákat végighallgatni, tehát nem kell unatkozniuk, nem kell megijedni egy komoly zenei műfajtól, hanem pont annyit adunk nekik belőle, amennyitől érdekelhet, vagy felkelthetjük az érdeklődésüket. És szerintem talán ez az út, hogy így kell az ifjúsággal vagy a gyerekekkel bánni. Nem kell velük 3-4 órás operákat végighallgattatni, meg ilyen komoly zenei műveket, amik hosszúak, hanem az is jó, hogyha csak egész pici ízelítőket kapnak, és esetleg majd egyszer érdekelni fogja őket. Hogy látod, hogy milyen helyzetben van ma a magyar népzene a többi más zenei irányzattal összehasonlítva?
Azt hiszem, hogy hála Istennek egyre jobb helyzetben van. Ennek nagyon nagy lendületet adott véleményem szerint az, hogy Magyarországon felső fokon beindult a népzeneoktatás a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékén. Az ilyen nagyon népzenész fülemnek néha bántó tud lenni az, amikor egy népdalt úgy hallok, ahogy nem szeretném, hogy megszólaljon. De van olyan zenekar több is, akik úgy tudják ezt megvalósítani, úgy tudják feldolgozni a népdalt, hogy nem fordítják ki a lényegét, nem veszti el a népdal. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy adjuk meg azt a tiszteletet a hagyományainknak, hogy az eredeti formájuk megmaradjon. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet hozzátenni valamit, de hogy azért a népdal maradjon akkor is. Örülök nagyon sok olyan új jelenségnek, amit most az utóbbi kormány hozott vissza. A magyarság tudatot nagyon kéne erősíteni a fiatalokban, és úgy érzem, hogy ebben nagyon jó az irány most, mert teljesen hazátlanná váltak. Olyan tök természetes, hogy az ELTE-n például valami 72% írta azt a végzősök közül egy dolgozatban arra a kérdésre, hogy mik a távolabbi tervei, hogy el innen minden áron. Szóval nekem ez kicsit furcsa, mert én nem mentem volna el 86-ban sem, amikor Ausztráliába hívtak, mert kint alakult egy magyar rádió, egy magyar nyelvű rádió, ugye már egy hatalmas miskolci ember kint volt akkor is, már 200 000 lakos, ott Sydneynek egy bizonyos kerületében, és ott indítottak rádiót, én nem tudtam megtenni, hogy elmenjek. Abszolút, szóval most is ezt érzem, hogy annyira ideköt minden, hogy túl azon jó beszélek angolul, lehet, hogy le is lehetne fordítani a műsoromat, ahol nem ilyen szójáték van visszaadni, de olyan idegenül érezném magamat, nem érdekelnek az emberek, akik ott ülnek a nézőtéren, és ez egy humoristának a halál. Mert itt, ahogy a műsor után kijövünk, és ahogy egyetértenek az emberek, vagy mesélnek a saját kis életükről, az egy csodálatos ajándék, ahogy megtisztelnek a bizalmukkal, stb. Szerintem ez külföldön nem működne semmiképpen, úgyhogy ez egy nagyon jó tendencia. Rosszabb tendencia az, hogy valahogy a szülők olyan szinten vannak elfásulva, hogy a gyerekre már nem jut idő. Tehát maga a család, mint olyan, az már nem képviseli azt a nagyon szép magasztos eszmét, vagy hátteret, mint amit a mi gyerekkorunkban mind képviselt. Jó, természetes, hogy akkor a szocializmusban volt egy viszonylagos nyugalom a társadalomban. Igaz, nem tudtuk mi, hogy milyen áron van ez a nyugalom, természetes, hogy milyen hitelekkel, meg egyéb borzalmas dolgokkal kompenzáltuk, meg vettük fel az oroszoknak a pénzeket, meg stb. Ezt a viszonylagos jólétet. De mégis a kisember szintjén azt láttuk, hogy volt egy trabantunk, volt egy hétvégi telkünk, tanítatni tudott az anyukám, meg tudta tankolni a trabantot, volt narancs otthon, meg stb. Tehát egy koldust láttam 20 éves koromig egyet összesen, az is külön engedéllyel koldult, mert valami olyan szituációba került, mert engedték neki, hogy egye meg a fene koldulhat. Nem az, hogy mindenütt fekszenek a szerencsétlen hajléktalanok. Nemrég egyébként direkt hajléktalanoknak léptem fel egy ilyen, nem óvóhelyen, egy klubba volt, de egy ilyen csoport jött, és olyan sztorikat hallottam, hogy ki miért van az utcán, hogy megdöbbentő. Tehát valahogy így ez a kettősség, ez most annyira szétszakadt a társadalom. Tehát van egy nagyon gazdag uralkodó réteg, aki aztán gátlástalanul mindent, és hát nyilvánosan drogot szívnak képviselők, és sorolhatnám. És van egy nagyon szegény réteg, amelyik a korábbi polgárság volt, ami vitte ezt az országot, felépítette már kétszer, az ő gyerekeik is tevékenyen szeretnének ebben részt venni, de körülnéznek, és azt mondják, amit az én 25 éves lányom, hogy na hát itt bele se kezdek, és eltűnnek innen. Ez nagyobb gáz. Gergő, mi a véleményed a kultúráról? A kultúra, mint olyan véleményem szerint sajnos, és az általános tapasztalat az iskolában is, tanárként, kihaló félben lévő történet. Azt kellett tapasztalnom egyébként, mind művészeti, mind általános, mind hétköznapi értelemben. Sajnálatos tapasztalat bent az iskolában is, hogy a gyerekek szinte egyáltalán nem olvasnak. Mindenféleképp amennyire lehet át kell adni a következő generációnak a kultúrát, mint olyat, az ismeretanyagot, a tudást. Az a legnagyobb probléma, hogy az új generáció egyre kevésbé idézőjelben vevő erre a dologra, és ez véleményem szerint nem megbocsátható. Valahol nem is tudom, hogy minek tudható be ez a probléma. Én lehet, hogy erős ezt ilyen formában kijelenteni, de a média és a neveltetés együttes hatásának tudható be szerintem. Hogyan foglalná össze a mai magyar kulturális életet, magyar kultúrát?
Húha, ez nagyon nehéz dolog, nem tudom összefoglalni. Nagyon remélem, hogy ez a két felé szakadás, ami az utóbbi 15-20 évben lezajlott, ez valamilyen szinten megszűnik, vagy véget ér, vagy a párbeszéd színvonalá, párbeszéd szintjén fog tovább működni, mert nem szabadna, hogy egymásra úgy nézzünk, mint ellenségre az írók. Elvesztette a kultúra azt a funkcióját, azt a szerepét, ami egy kiegyensúlyozottabb helyzetben megvolt. A kiegyensúlyozott helyzetben azt értem, hogy az emberek átlátható szituációkban, amikor nem kell attól félni pénteken, hogy jövő szerdán mi történik, hát ez egy nagyon régi probléma, és itt most nagyon sok minden összegyűlt. Ha az ember egy kicsit nyugodtabb, meg jobban vágyik valamire, szívesebben elmegy színházba, szívesebben vesz elő egy könyvet, mint a napi vagy heti örlődést otthon, hogy mondjam, tovább megpróbálni, hogy mondjam, verbálisan megoldani, amit nem lehet így verbálisan megoldani. És ezért ez el van hanyagolva, vagy a színvonal egy kicsit úgy lejjebb száll, hogy hát, emberek kikopnak ebből. A színházi kultúra hogyan alakult, hogyan változott, amióta a színpadra lépett? Tragikus. Szerintem most valaminek vége van. És valahogy ilyen, ezek még valahogy léteznek, ilyen kis csoportos foglalkozások, de ami az egész magyar színházi életet illeti, ez valami egészen különös irányt vett az elmúlt években. A színészek, illetve a közönség részéről is? Vagy? Szerintem a közönséget nem lehet átverni, azok még mindig szerencsére nagyon vágynak arra, hogy valami igazit lássanak a színpadon. De az, hogy ennyire átpolitizált, hogy ennyire központilag irányított, ez sehova nem vezet, ennek nem lesz jó vége. Nem lesz jó vége, és nagyon sok kárt okoz. Szerintem még föl se tudjuk mérni, hogy mennyit. Úgyhogy most valahogy ezek az évek jönnek megint, hogy majd ilyen kis helyeken, kis, nem tudom, függetlenek, vagy a pár megmaradt társulat, vagy művészszínházban csinál valamit. Ha jól tudom, Svédországban tovább is kint voltál, mint egy-két koncert, ott is éltél. Igen, négy évet töltöttem ott. Milyen összehasonlításod van a két kultúra, a két ország között? Két kultúra között az a véleményem, hogy a Kárpát-medence nagyon sok értéket rejt, de körülbelül a lényege, hogy ne akarjam ezt túlmagyarázni, az annyi, hogy egy bibliai idézet jut erről eszembe, hogy ne szórd a kincseidet a disznók közé. Tehát valami olyan disznó van Magyarországon, hogy félelmetes. Tehát az emberek nagy többsége arrogáns, bunkó, inkább hülye, de nem veszik észre az értékeinket. És az, aki észreveszi, azt meg irigységből elutasítják. Tehát ez a különbség fennáll ma Európa és Magyarország között. Viszont Svédországnak nincsenek olyan kincsei, mint a Kárpát-medencének. Szóval összefüggés van, hogy teher alatt nő a pálma, de aki magyar művészként kikerül a világba, mindegyik világkarriert fut be. Tehát az se baj, hogy így van. Mindig az a 10-15, az emberiség 10-15%-a viszi előre, továbbadva a lángot azoknak, akik majd utánunk jönnek, és 70-75% talán nem durva az arány, de azt hiszem e körül van, akik nem viszik tovább, csak élnek belőle, vagy léteznek a kultúrában. Ez sajnos hosszú idő óta nem változik, ezután se fog. Könnyű végig gondolni, hogy hány ember
olvas, és hány ember nem olvas, de ennél még egyszerűbb, hogy hány ember mit olvas, és hány ember mit nem olvas. És azok, akik meg tudnak szólalni egy adott nyelven, és értik egymás szavát, de a szókincsük végtelenül silány, azok pusztán megörökölték a nyelvet, és beszélik, de nem adnak semmit a kultúrához, mert nem született meg bennük a nemes életcél. Szóval valami ilyesmi lehet talán, amit a kultúra kapcsán úgy el lehet mondani, hogy érthetővé legyen, hogy az, aki nyomot akar hagyni maga után, az kultúrember, és az leteszi a maga tudományos, művészi vagy egyéb megcsinált értékét, létrejött értékét az emberiség nagy asztalára. Mindegy, hogy ki ír meg egy könyvet, kifest meg egy festményt utólag. Bár egy-egy embernek kellett megírnia, megfestenie, vagy a szobrot megfaragnia, vagy öntenie. De a lényeg, hogy az emberiség egy példánya csinálta ezt meg. És az a példánya, amelyik azt a különleges tehetséget kapta, hogy a többitől elütve többre legyen képes, mint bárki más. Nagy szerencse, hogy sok helyen jártam a világban, meg sok távoli helyen is, és azt gondolom, hogy az egy nagy segítség lenne minden magyar embernek, hogyha egy picit, egy pár hónapot tudna külföldön tölteni, mert akkor sokkal boldogabb lenne itthon. Mert én azóta vagyok a szívemben igazi magyar, és azóta tudom, hogy soha nem mennék el ebből az országból. Akármilyen nehéz is bizonyos körökben, akár egzisztenciálisan, vagy akár bármilyen szempontból, gondolkozásilag. Hogy azt látom, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy nekünk ilyen mély kultúránk van, és ez ilyen ennyi ezer évekre nyúlik vissza, és hogy ami nekem nagyon csodálatos Magyarországban, az a fajta spiritualitás, ami egy rejtett dolog. Mi magyar emberek erről nem beszélünk, vagy általában nem gondolkozunk azon, hogy hát mégis egy csomó szakrális dolog és egy csomó mély a filozófikus gondolat van a fejünkben, összehasonlítva a nyugati emberekével, ahogy én láttam. Mert csak gondoljunk bele, hogy egy kisgyerek olyan magyar népmesét néz, ahol olyan vizuális dolgokat lát, olyan csodák történnek, olyan mély tanítást kap arról, hogy igenis a jó elnyeri a jutalmát, a rossz a büntetését, és csodák történnek, hát a magyar népmesékben ugye hány ilyen van. Ami folyamatosan a tudatunkban van, és azt gondolom, hogy emlékeztet egy olyan fajta ősi világra, ahol még igazi emberek voltak, nagy szívű emberek, és tényleg az emberek a jóért cselekedtek.